Az új évben is megéri precízen és pontosan nyomon követni azt, hogyan adózunk. Az egyéni vállalkozóknak ebben az időszakban célszerű megnézniük aktuális adószámlájukat. Szeretnénk fölhívni a kisadózó vállalkozások figyelmét arra, hogy nézzék meg az adószámlájukat, mert a törvény alapján, hogyha évvégén, tehát december 31-én 100 000 forintot meghaladó adótartozásuk van, akkor megszűnik a kisadózó vállalkozó adóalanyiságuk, tehát a KATA adóalanyiságuk. Erről az adóhatóság egy határozatot hoz, ugyanakkor, hogyha a határozat véglegessé válásáig a kisadózó a teljes tartozás megfizeti, akkor ezt a határozatot az adóhatóság visszavonja. A legkönnyebben egyébként elektronikusan, tehát az ügyfélkapuján keresztül tudja megnézni az adószámláját a vállalkozó, és ha tartozása van, akkor ezt rendezze, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe. A kisadózó vállalkozások tételes adózása a KATA, ez a forma évről évre egyre népszerűbb. Egyszerű, jól nyomon követhető és kevés adminisztrációt igényel. A megyében a számok nagyon pozitívak, évről évre népszerűbb ez a vállalkozási forma, hiszen egyrészt sokkal egyszerűbb az adminisztrációja, illetve a tételes adó megfizetésével, ami főállású kisadózónál havi 50 000 forint, illetve havi 25 000 forint, ha másodállású kisadózóról van szó, kivált egy csomó közterhet, például a személyi jövedelemadót, a társasági adót, a szociális hozzájárulási adót, a járulékokat, szakképzési hozzájárulást, tehát sokkal egyszerűbb, követhetőbb adózási forma. A megyében jelenleg a KATA-t a vállalkozók több mint 50%-a választja, míg 2018-ban ez az arány mindössze 28% volt.